Üdvözlöm Szepesi Tibor Karcaváros polgármesterét. Milyen beruházás indult el városunkban? Üdvözlöm a televízió nézőket. Több beruházás is elindult, amelyből azt gondolom most a leginkább érdeklődésre számot tevő azok a karók, amelyek leverésre kerültek a város több pontján, hiszen ahogy látszik is a keréppárút pályázatnak elindult a kivitelezése, tehát az, amely pályázatra hosszú hónapok óta készülünk, és amely a Madarasi utat, a Szécsényi sugárutat, illetve a kisújszállási utat fogja összekötni kerékpárút, illetve a meglévőnek, a madarasi útnak a felújítása. Tehát ez egy összefüggő nagy pályázat, ennek a beruházása indult el jelenleg. Milyen forrásból fog megvalósulni? Európai Uniós forrás, tehát toppos forrásból kerül megvalósításra. Egy picit húzódott a. a megvalósítása, kiírása a pályázatnak, hiszen mióta eldöntése került, hogy mekkora összeg áll majd rendelkezésünkre, Ugye menet közben az építési árak egy picit változtak, emiatt a műszaki tartalmat alaposan át kellett vizsgálnunk, meg kellett vizsgálni azt, hogy mi fér bele ebbe a keretbe, melyek azok a részek, amelyeket meg tudunk valósítani valójában, és melyek azok, amelyeket esetleg egy későbbi pályázatra kell átütemeznünk. De azért látszik a kijelölésből, hogy a legfontosabb részek, tehát a kerékpárút építése, javítása, a két kerékpárút összekötése, ez mindenképpen meg fog valósulni ebből a pályázatból. Említettem el, hogy mely szakaszokat érinti, nyilván az elején van, hiszen a kijelölés most történt meg, de egyébként mikorra várható az elkészülte, mik az elsődleges tervek? A szerződéskötés jelenleg is aláírás alatt van. Ugye maga a kivitelező, hiszen kiválasztásra került közbeszerzési eljárás keretében, nyilvánvaló. A pontos részleteket pontosítjuk, ő már a saját munkáját könnyíti meg azzal, hogy előzetesen kijelölte magának a kerépárútnak a helyét, hogy lássa, melyek azok a pontok, amelyeken esetleg nagyobb beavatkozás szükséges. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szeretnénk tartani a határidőt, tehát a jövő év elejére, közepére. El fog készülni a kerékpárút. Nyilván az időjárás azért befolyásolhatja, hiszen látjuk, hogy itt néhány nap alatt akár a négy évszak is megjelenítése kerül az időjárásunkban, de én bízom abban, hogy ez a rendelkezésre álló határidő, amelyet a vállalkozóval kialakítottunk, és ami benne van nyilvánvalóan a szerződésben, ezt tartható lesz.